Halintáti Goldi, és itt vagyunk a Hősök Adém a 7. évad második kórusánál, azon belül a második openingnél, hiszen ahogy mondtam, Shorts videóban nektek, megjelent az új kórusa a Hősök Adémjának a 7. évad 11. résszel, és így kapunk egy új openinget is, egy endinget is, hiszen maradt még hátra 10 rész, ha jól tudom, ugye a 11. résszel úgy 10 rész, azt hiszem, szóval igen, ezt érdemes így a Shorts videóknál figyelni, hogy ilyen infókat is ellövök nektek. Na ja, érdemes feliratkozni rám, hiszen nagyon sok Hős Akadémiás videó van most ezen a nyáron. Tényleg most ez a Hős Akadémia szezon a csatornámon. Most tényleg próbálnák azért Chainsaw Man videókat, próbálnák én Jujutsu Kaisen videókat, próbálnák én akár rajzfilmes videókat is kitenni, de az a helyzet, hogy túl sok a Hős Akadémia, hiszen amúgy a Hős Akadémia mangája hamarosan le is fog zárulni, meg azért ez az utolsó előtti évad, meg hamarosan jön a negyedik mozifilm, szóval tényleg annyi Hős Akadémiás dolog van, hogy nem tudok másra foglalkozni, csak ezzel az animével, szóval aki tényleg kedveli ezt az animét, annak tessék, üdvözlöm a csatornában, szeresse, voice crack-em van. Bolti víz. Na szóval itt vagyunk a 7. évad második openingjénél, nagyon kíváncsi vagyok rá, mert most az első set, Shigaraki, bizony, a 7. évad a Shigaraki, és a 7. évad a Deku. Szóval nem tudom, mi lesz az opening, nézzük, elemezzük ki. Remélem, hogy nem lesz benne sok spoiler. Ugye a 7. évad első openingével az volt a kritikám, hogy voltak benne spoilerek, meg stb. Ugye a zene amúgy tetszett, összességében nekem nagyon tetszett, viszont a Hagakure és a spoiler az úgy lehúzta nekem, mert nem kellett volna már ott előni Hagakure-t. Na, hoppá, ide teszem magam, mert úgy, úgy láttam, hogy itt váltakoznak a kinézetek, szóval na nézzük, hogy mi történik. Shigaraki, kicsi Deku. Oké, ezt azt hiszem a 7. évad, vagy nem, a 6. évad másik openingjében láttuk a kicsi Tenkót. Na jó. Ott volt a Yu és várj, ez még ruha Dekun. Ez lenne a 3. évados, amikor beöltözött ugye a többiekkel? Ez a Yu-Age Deku, amikor, vagy nem, ez az első évados Deku, mert a Yu-Age-ben már másra borul. Szóval ez az előző sulis Deku. Ez a Yu-Age sportfesztivál, vagy hát igazából már több helyen is használják, szóval edzésre, meg minden. De ez mi? Ez nem rémlik. Írjátok le kommentben, valakinek megvan ez a ruha, Dekun, nekem nincs meg. Shigaraki, Oji Shigaraki, de rég láttam már. Jézusom, Tenkoék otthona. Úristen, de jól nézett ki Shigaraki. Ez nem tudom még ruha. Shigarakin is. És a ruhákkal foglalkozott. Lehet ilyen, nem tudom, egy kicsit ilyen, talán az előző jobban adta, több volt benne a pörgés, de ez szerintem afó lesz. De igen, ez afó lesz. Úristen, azta! Jézusom, Tóga! Hello, szia! Belepörgettem, bocsánat. Úristen, azért ez para. Azért. Most így lefeküdnék, és így felkelnék ilyen pár óra múlva, és ez lenne előttem, így felém hajol, azért le tudjátok meg, hogy még ha nem is reggeliznék is, valamit kifosnék. Szegény kis Tóga! Megint kapunk tógásátokat, nagyon örülök. Mert újra rakás is? És igen, egyből! Hát most komolyan lehetetlen őket nem sippelni most már. Szóval a openingekbe, most maga a részek alapján is tényleg nagyon sok utaló dolgot adnak arra, hogy ezt a két karakter, oké, hogy maga a történetben mik történnek körülöttük, és emiatt is szerepeltetik együtt őket, de azért ismerjük a fandomat, ismerjük a Hősök Adémia fandomját, a két karakter nagyon szorosan együtt van, a sippelés van. Oké. És hasó. Azta. Na! Nem tudom, hogy csupa kéz, nem tudom a nevét, de ugye nem régen csináltam egy ranglistás videót, oké, azt majd később fogjátok látni, mint ezt az openingeset, viszont
Ott beszéltem róla, hogy mennyire mellékszereplő, viszont most kaptunk egy ilyen sátat belőle az openingbe. Értitek? Az openingbe. Millió, vagy lemillión. Hoppá! Ajzóa! Monoma! Ez jó vele? Wow, 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 wow! Wow! Úristen, na jó! Ez úristen, hogy néz ki! Úristen, hogy néz ki a fó! Azt a rohadt! Na jó! Én amúgy emiatt nem szeretem az openingeket, mert ha ilyen kibaszott jól ki tud nézni el például egy ilyen jelenet, ezt miért nem tudják animébe beleadaptálni, szóval nem fog így kinézni a fú, már előre megmondom, mert amikor jön az a rész, amikor így fogjuk látni. Nem lesz ilyen srát. Nem lesz ilyen jó folytatás. Csak nem. Csak nem. De ez az lesz. Most így gondolkodok, hogy mennyire van messze. Szerintem ugyanannyira van messze, mint a Hagakure is volt az majd ez a... Amúgy ez, ok... Na, ez okos döntés volt amúgy. Jó, annyira nem lehet átvenni amúgy a fanokat, most nem azért, de hogy egymás után rakjuk ezt a két jelenetet. Szóval van ez a repülős jelenet. Ugyanis van ez a... Nem tudjuk felismerni, hogy mi ez. Aztán pedig mutassák Edertnek Todorokit. Szóval ez jó, ez jó, ez okos volt, mert így most mindenki arra gondol, hogy aha, ez a Ida meg Todoroki. De kurvára nem a... Na, de kurva jól néz ki. Ne. Várjál már! Várjál már! Hogy nézzem meg jól Minát is. Úristen. Úristen. Aztról... ez beteg, ahogy kinéz, baszki. Ez beteg, ahogy kinéz. Úristen, és itt... Jóó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 
Szerintem eddig ez a opening néz ki a legjobban. Esküszöm nektek, ez néz ki a legjobban. Várjál, mert Dekut nézzük meg közelebb. Úristen! Hát ez most kijelentem, hogy ez a legjobb opening. Lehet a zene annyira nem, szóval ez lehet, hogy leroncsa, nekem az most nem jön be annyira, de az opening tartom eddig nagyon. Oké, sikás. És akkor, itt vannak a srácok. Jó, mumu. Oké, többiek. Azt hittem, hogy rendes csapatra vannak osztva, azért most olyan, mert egy kicsit normálisabbra rajzok, mert így normálisabban mosolyog, ilyen, tudod, ilyen kedvesebb vagy, igen, kiderült, hogy áruló vagyok, most mi van? Na? Igen, na itt hát a Szoki, a fontosak, tudod, de Dekunak ők csak, ők kellenek, Todoroki, Ochako, Olmert, Ida, meg Bakugó. Most tényleg Deku off-olta Hagakurékat? De várjál. Hogy itt van Hagakure? Mert mindenki valakire néz. De én nem látom, hogy Hagakure ott lenne. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nem, Hagakure, itt van Hagakure. Ja, jó van. Akkor mindenki ott van, ugye? Akkor mindenki ott van. Senki sem hagyott ki Deku. Ugye magán kívül persze. Oda futott Bakihez. Neee! Shigarakihoz! Azt de jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. Ebből az openingből annyi dolgot ki fogok válogatni, annyira tetszik mindegyik jelenete. Mindegyik nagyon jól meg van rajzolva. Gratulálok! És ennyi volt. Ez tényleg... Megvan tassolva. Esküszöm, nem okozott csalódást ez nekem.